Na, hát, sziasztok srácok, itt Dami prezentkezik egy újabb videóban, és most csak úgy gondoltam, hogy csinálok egy ilyen kis évvégi videót, már sok mindenkinél láttam, úgyhogy gondoltam, hogy én is. Hát ez az év egyébként mozgalmas volt, az biztos, még ugye a járvánnyal is sajnos volt sok nehézség, meg minden igazából gondolom mindenkinek az életében, úgyhogy bárkinek tényleg, higgyétek el, lesz ez még jobb is. De egyébként nekem személy szerint azért próbáljuk meg a rosszban a jót is látni, hogy azért volt sok jó dolog ebben az évben, például csatornával kapcsolatban is. Most nem akarok, mert ugye 2 éve volt, csináltam ezt a évösszegző videót, akkor csak a statisztikák körül forgott minden. Most csak így megemlítek egy-két dolgot, például az elmúlt 360, most minden az elmúlt 365-ben van beállítva, úgy állítottam be YouTube stúdióba, szóval 92.106 megtekintés volt, ami azért konkrétan több mint a fele a csatorna összegtekintésének ebben az évben. 3204 nézési óra, az is rengeteg, tehát tényleg köszönöm szépen. Aztán, mert ugye itt van osztott képernyős nézetben, innen nézem, mert én nem jegyzem meg ezeket a számokat. És 563 feliratkozó volt még ebben az évben, ami tényleg szintén, hát nem a fele, de ez is rengeteg feliratkozó hét. Tényleg minden egyes embernek nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkozott, és tényleg így támogatja a hobbimat, mert egyelőre ez nyilván még az. De ugye itt ez a kis cuksiság, ez azért majd nem sokára remélem megjön már az a fejpánt, és akkor tényleg majd tudok ezeket a biciklis vlogokat is csinálni. És egyébként a csatorna, ja, még ezt elmondom, szóval, ja, ezt csak érdekességként beraktam, hogy az elmúlt 365-ben, 361 napban Magyarországról csak 78,8%-kal néztek, több mint 8% nézett Romániából, 1% Szlovákiából, Indiából is néztek, és Szlovákiából is. Úgyhogy ez szerintem tök érdekes, hogy már konkrétan ilyen nemzetközi csatorna vagyok. És még van egy, ami a legutóbbi 365 napban, hogy aki feliratkozott, meg aki nem feliratkozott, tőlük a nézési idő, az csak 9% a feliratkozott emberektől, úgyhogy ha tetszik, amit látok meg így a csatornám, akkor létszínűjönetek egy feliratkozást, azt megköszönöm. Úgyhogy szerintem a statisztikákat is, na, de jó, már a védőm ott van, úgyhogy véletlen megfordítottam a kamerát. Szóval tényleg, köszönöm szépen, ez az év azért jó volt, nagyon jó, úgyhogy ja, igaz, állítok. Szóval igen, ebben az évben annyira sok videót nem tettem ki, ami hát sajnálom egyébként, de valahogy így kifutottam az ötletekből, tehát nem nagyon volt ötletem, mit feltenni igazából, azt, amit az ilyen kis videókat, meg mit tudom, aminek eszembe jutottak, egyébként csomót felvettem, ami végül nem került ki, mert nem találtam elég jónak, tehát szerintem nem tudom, de tényleg próbáltam csak a legjobb videóötleteket kirakni. Meg egyébként a csatorna elment a vlogok irányába inkább, sőt nagyon. De ezt légy szíves, most mindenkire számítok, hogy aki nézi ezt a videót, az légy szíves egy kommentet, hogy lehet bármi, tudom én, hogy csak annyi, hogy jó volt ez az év, vagy valami, de hogy csak kommenteljetek, mert tényleg szeretném nézni. Nem is az, hogy az algoritmus majd jusson be, meg az engem nem nagyon érdekel, csak szeretném, hogy nektek is milyen volt ez az év, meg minden. Szeretném így tudni. Meg hát ugye tényleg az is, hogy gameplayeket szeretnétek-e jobban látni, tehát mit tudom, én választok egy játékot, vagy az a random játék szerda is, mert nem nagyon teljesített jól, aztán ha van igény, akkor szeretném csinálni. Most egyébként találtam egy jó játékot, amiről szerintem majd csinálok videót, de hogyha szeretnétek gameplayeket, sőt játékokat is írhattok. Annyi a helyzet, hogy gépeseket tudom, hogy ez a telefonos játékok, ezek nem annyira, de olyanokat írjatok, amit egy ilyen kisebb laptop is elvisz, mert gépileg nem állok a legjobban. Úgyhogy játékokat is írhatok, én szívesen tényleg kipróbálom őket, meg akár lehet, hogy több részes sorozatot is indítok belőlük. Szóval csak egy komment igazából, hogy szeretnétek-e még gameplayt, nem csak vlogot, és hát igen, somó más történt még az évben, ugye kamerán kívül is sok minden. Egyébként nagyon gyorsan elment ez az év most a csomó minden történéssel, úgyhogy ja, meg még szerintem lesz majd egy short videó arról, ahogy ugye most itt Egerben nem lesz tűzi játék, hanem egy laser show for some reason. Nem lesz tűzi játék új évre, de majd lesz egy short róla, és akkor oda is. Ja igen, a short chat.
Na, szöget kellett váltanom, mert időközben lemerültem, mindegy, szóval tényleg a Shorts csatornát is idén megcsináltam. Nem került fel oda sok minden, de azért nem tudom, egy-két dolog ott is van. Azt is, ha gondoljátok, nézzétek meg, a leírásban ott van. Úgyhogy tényleg mindenkinek köszönöm szépen ezt az évet, tényleg gyorsan elment, de szerintem ez jó év volt, nekem legalábbis jobb volt, mint a 2020, és nagyon remélem, hogy nektek is, mert azért sok nehézség után már mindenkinek kijár egy kis, hát úgymond pihenő a Covid-ból, úgyhogy tényleg remélem, ti is jól vagytok, mindenki rendben van. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen ezt a videót, hogy megnéztétek, és ezt az évet, hogy itt voltatok velem. Úgyhogy én már nem is mondanám más, csak annyit, hogy Domi Plays voltam. Legyen szép napotok, bujék, és sziasztok!